Örökségünk Tolna megye története című kiállítás első terme Tolna megye egyház történetét mutatta be. A következő teremben Tolna megye 11-18. századi település történetét fogjuk bemutatni, természetesen vázlatosan. Azért álltunk meg itt ezelőtt a térkép előtt, mert ez egy űrfotó Tolna megyéről. Azt mutatja be, hogy a mindenkori települések helyzetét, létezését a földrajzi viszonyok határozták meg, tehát a domborzat, a vizek folyása. Ezen a 20. században készült űrfotón lehet találni mindenféle települést, ami manapság létezik. Ezeknek egy része létezett már a 11. századtól, más részük keletkezett az évszázadok során. Ha közelről megnézzük egyik-másik települést, akkor föl lehet ismerni egy-egy település szerkezett típust, akár az egyutcásat, akár a szabályosan szerkesztettet. Tehát a látogatónak az itt elhelyezett nagyító segítségével lehetősége van arra, hogy egy kicsit alaposabban szemrevételezze a településeket. Az emberi élet szintere az általunk bemutatott időszakban falvak, városok, mezővárosok voltak. Ezek fejlődtek, átalakultak, különböző módon változtak az idők folyamán. Ennek nyomaiból természetesen mi csak néhányat tudunk bemutatni. Itt most éppen a mai M9-es gyorsforgalmi út során feltárt Icse nevű mezőváros egyik háza, fele háza előtt állunk, itt láthatjuk. Tulajdonképpen itt egy félig földbe mélyített árpádkori házat látunk, sarkában egy fűtőkemencével. A patkára, ami a mindennapi élet szintere volt, ahol edényeket tároltak, itt láthatunk bográcsokat, sarlót, a fekhely is ez volt igazából. Tehát ezek, vagy ez a lakóhely egy ilyen egyszinterű építmény volt. Láthatunk még száradó gyógynövényeket, illetve az oronfalra pedig egy lókoponyát függesztettek ki, ami valószínűleg az ártó szellemektől védte a benne lakókat. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a társadalom különböző rétegjei nem ugyanolyan lakóhelyen laktak. Ugye az árpádkori jobbágyság, a parasztok, az már látott, földbe mélyített lakóházban laktak. A birtokosa pedig általában, hogyha megnézzük a térképen, láthatjuk, hogy a falutól messze eső az egyik dombra épített, erősített várban laktak. Itt például váralja a várfő várát láthatjuk, ami ugye állt egy lakótoronyból, egy körítőfallal jól körbevették, illetve még egy külső sáncot is alkalmaztak. Ez nagyon fontos volt azért, hogy a birtokos ugye az ő birtokait, igazoló iratait, értékeit megfelelő biztonságban tudhassa. Az idők folyamán azért megváltozik ez a dolog. A védett helyeken lévő várakat felváltják az olyan főúri vagy akár nemesi építmények is, amelyek már inkább a reprezentációt szolgálták. Erre nagyon jó példa Zsigmond király főemberének, Filippos Kolárinak, vagy magyarul ugye Ozorai Pipónak a várkastélya. Ez a várkastély, ha a falon lévő térképet is megnézzük, akkor láthatjuk, hogy már Ozora község középpontjában épült föl egy kisebb dombra, és a szomszédságában megépült, illetve átalakították a plébánia templomot is. Ha megnézzük a makettet, világosan látható, hogy ez már nem a korábbi, akár gondoljunk a tatárjárásra, védelmet szolgáló építmény volt, bár ugye itt egy szabályos négyszögletes építményről van szó, aminek külső falai voltak négy saroktoronnyal, nagyon szép pártázatos felső része, de nem harci célokat szolgált, hanem egy főúri palota volt. Ez egyébként késő gótikus stílusban épült, és a későbbiek során, majd a 16. században kerül sor arra, hogy reneszánsz átépítéseket végezzenek rajta, nyilván a kor divatjának megfelelően.
Az Ozorai vár föltárása közel 30 évig folyt. Nagyon-nagyon sok szép reprezentatív lelet került elő, amelyek lehetővé tették azt, hogy az Ozorai várnak a különböző periódusait rekonstruálni lehessen. Az előttünk lévő gyönyörű kő a reneszánsz korszakába tartozik, egy bőségszarut ábrázol. Sajnos nagyon ritka darab, az építményt akár erkét, akár más lehetett, ugye három oldalán láthatunk faragásokat, nem tudjuk beazonosítani, de maga a megmunkálás módjában, az ábrázolás módjában a korszak egy kiemelkedő példánya. Az előbbiekben megtekintettük Ozorai Pipó várának makettjét, ami ugye egy főúri palota volt. A továbbiakban megnézzük azt, hogy egy Tolna megyei kisnemes éppen Öcsényben a saját kisvárában milyen lakóházat tudott magának teremteni. Egy háromosztatú ház részletét láthatjuk, a szobáját, illetve a konyháját tudtuk itt ebben a sarokban bemutatni. Nagyon fontos, hogy erre az időszakra az Árpád-korhoz képest már füstmentessé válnak a szobák. A korábbi kis kemencék helyett gyönyörű szép kályha szemekből készült csempekályhákat találunk, amelyet a konyhából fűtöttek, tehát a szoba már kellemes meleggé és füstmentessé vált. A cserépkályháról érdemes annyit még tudnunk, hogy ennek is egyfajta divatja volt. A királyi udvarban építettek először csempekályhákat, itt fönt láthatunk egy egész sorozatot, az első négyet érdemes megtekintenünk, az Anzsúkortól a Mátyáskorig a négy kályhát. Ezek a kályhák mázasak voltak, a mázas kályhák azonban rendkívül sokba kerültek, és az előállításuk sem volt igazán olcsó. A vidéki kisebb birtokosok, akiknek a vagyona nem tette lehetővé az ilyen drága kályháknak a megvalósítását, azok mázatlan szemekből építettek maguknak kályhát, aminek a funkciója gyakorlatilag ugyanolyan volt, ugye, mint a díszes kályháké. Bekukkantunk ennek a háromosztatú lakóháznak a konyhájába, többek között azért is, mert a konyhában most megfigyelhetjük azt, hogy honnan fűtik ezt a cserépkályhát. Ugye itt van egy ragyogó tűzpatka, aminek a funkciója egyrészt az volt, hogy ugye innen fűtötték a cserépkályhát, másrészt pedig itt főztek az itt lévő parázson. Láthatunk itt egy tűzikutyát, amihez hozzátámasztották az ágakat. Láthatunk egy valódi lábast. Ugye ennek agyagból készült a lába is, azért hívják így. A tűzpatkán főztek egyébként a többi kis fazékban is. Főzés helyszíne után megnézzük a konyha másik oldalát is. Erre a részre helyeztük ki azokat a fazekakat, amiben a korszakban a főzést végezte a kórházi asszonya. Ezeket egyébként szépen be lehetett tenni akár a kályha tűzterébe is, vagy a kemence tűzterébe. Itt ugyan nem mutatunk be kemencét, de egy-egy ilyen házhoz hozzátartozhatott egy kemence is. Az előttünk lévő vitrínben azokat a kincseleteket mutatjuk be, amelyeket a különböző török hódolt, különböző hadjáratok elől dugták el egyes települések lakói. Így láthatjuk többek között az Ozorai pincében föllelt kincseleteket, Etemezőváros határában lévő pénzleletet, illetve a tolnai kincs bizonyos darabjait. Amire a figyelmet szeretném fölhívni, hogy az Ozorai várkastély pincéjében két kincselet került elő, és itt a fotón látható pénzlelet igen komoly nagyságot képvisel, közel 10 kilónyi pénz került elő, 14 ezer pár száz darabot tartalmaz. Sajnos a tulajdonosa
nem tudott érte visszajönni, hiszen nem ásta ki a rejtek helyéről. A hódoltságkor végével tovább kellett élnie a népességnek, újraépítették házaikat, más típusú lakóházakat készítettek. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a középkori, késő középkori hagyományok mind a mai napig felelhetőek a különböző épülettípusokban.